Jó reggelt, Vietnám, üdv a csatornán, sziasztok srácok! Hát képzeljétek el, az történt, hogy igazából full nem kezdődött új karakterem, szóval még mindig ugyanazzal a karakterrel vagyok, úgyhogy meg vagyok áldva keményen. Tehát akkor nagyon gyorsan kellene kaját, meg piát szerezzünk, mert ilyen fogunk, meg szomjon fogunk veszni. A letelepedéssel kapcsolatban kellene valamit kitalálni. Gyerekek, ez most nagyon mellé fogtam, ugye? Mint azzal fogtam mellé, hogy azt hittem, hogy majd nekem az jó lesz, hogy kezdek egy új játékot, és az jó lesz. Hát igazából betöltöttem, és pontosan ugyanott vagyok, mint ezelőtt, úgyhogy rohanvás van, gyorsan letelepedjünk valahol, arra gondoltam. Egyébként tetszik itt a sivatagnak, meg a nem sivatagnak a határa. Van itt folyó, ugye? Nem tudom, mennyire tudnék ott halászni, bár igazából az a gond, hogy lehet, hogy jobb lenne nekem, hogyha nem a sivatagba telepednék, mert azért lehet, hogy ugye számít például az is, hogy mennyire meleg van, mennyire hideg van. Szóval ilyenekre azért jó lenne figyelni. Egyébként tetszik maga a játék. Megmondom őszintén, úgy voltam ezzel a játékkal, hogy ugye jól néz ki ez. Hogy hát így jó, meg minden, de aztán mégse annyira jó. Amikor így játszottam vele, egy kicsit ilyen fikázós lett az előző rész, azt közben meg rájöttem, hogy nem olyan rossz ez, gyerekek, nem olyan rossz ez. Ja, kicsit ezért körülnézünk, jó, ezek a kövek. Mindig azt hiszem, hogy fel lehet őket venni, de nem. Ezek ilyen dekorációk. Ja, jó, nem rossz. Úgy jönnek a kizék, keselyű gyerekek, már ezért van, bajok vannak velem szerintem. Kaja szintem 25 és izé és medve. És medve. És erősen gondolkozok rajta, mi van, hogyha meghalok. Meg mi van, hogyha meghalok, akkor így lenullázódik minden. 25 a kaja szintem. Van nálam hús. Nagyon bész esetén tudunk esetleg, nem tudom, tábortizen tudok-e húst sütni. De akkor már jó lenne ott letelepednünk, ahol ugye tényleg akarunk. Egyébként nagyon tetszik a játék, jó néz ki. Jó néz ki, kicsit így első blikre nekem az a problémám vele. Honba gyerekek, már van itt ilyen map, nem? Ilyen fogalmam sincs, hogy mi van a mapon. Kicsit első blikre annyi van a játékkal, hogy én úgy érzem, hogy hát nem tudom, hogy mennyire van benne content. Értetek, hogy mennyire hosszadalmas, mennyire hosszú ideig tart ki. Mennyire hosszú ideig köti le az érdeklődésedet. De hát talán. Nagyon jó, vannak ilyen sziklás részek, sivatagosak. Ott volt a tópart, gyerekek, én meg eljöttem, nekem az pedig eljött volna. Viszont ugye lehet inni a vízből, arra rájöhettünk volna. Mármint a simán a folyóból is, úgyhogy ezzel fel tudom nyomni a szomjamat. Már csak azért is jó lenne folyóparton letelepedni. Na, menjünk gyerekek. Külső nézetbe lehet, hogy egyébként belejelősebb, nem? Menjünk egy kicsit külsőbe. Ez mi ott? Farkas? Aha, valami farkas-szerű. Jó, hát nem kéne kinyíratnom magam. Ott van megint egy olyan bandite, hallod? Figyeld! Ezt lehet, hogy le kéne vadásznom. Ajaj! Kicsit közel jött. Jó, majd mindig elhibázza, hogy lövöm. Az ellenség azért úgy érdekes tud lenni. Érdekes sem van megoldva. Nem túl intelligens csávók. Hát jó van. Egyébként ma megint este délután 4 van. Ezt akartam egyébként. Nem tudom, hogy külsőbe vagy belsőbe jobb-e. Belsőben olyan furcsa, ugye lehet, hogy inkább külsőbe tervezték a játékot. Belsőben mozgás, vagy nem tudom, olyan fura. Kicsit olyan, mint ahol akarna, jobban, figyeld. Nem tudom, olyan fura így. Nem tudom. Így meg olyan simább az egész, nem? Sima liba, na! Valami tollpartra kéne telepednünk, ott távolban mi van? Nem ott alulra gondoltam, hanem azon túl, mint a sivatagos rész lenne. Lehet, hogy vannak ám izék is, városok, fogalmam sincs, tényleg. Nem szeretek utána nézni az ilyennek, mert akkor meg utána olyan érzésem van, hogy jaj, már tudunk mindent a játékról, érted? Jó, nézzünk valami olyat, ami folyópart, tópart, ilyesmi lett volna, jó? Na tudod, volt folyópart, tudom. Mm-hmm.
Nem tudom, hol telepedjek le. Most te kiálljak itt letelepedni, csá. Igazából miért nem? És itt igazából itt is letelepedhetnék. Nem tetszik nekem ez a hely. Kipör mindig ezt csinálni, mi? Letelepedéssel vannak problémáid. Folyóparton kell, gyerekek, folyóparton, hogy legyen víz, lehet, hogy tudok horgászni, ott tudod. Ugye egy kicsit, mintha jobban bejönne. Jó, szerintem jobban bejönne a folyópart. Lemegyünk a folyópartra, ígérem, letelepedünk ott, jó? Addig elég lesz a kaja szintem talán. Gyerekek, hát miért van zene ebben a játékban? Lekapcsoltam az elit, de ezek inkább ilyen hangeffektek, mint a történének események, nem? Na itt a folyó. Na itt élném. Ó, hát ez... Na ilyesmire gondoltam, gyerekek. Például... Itt lehetne a házikom. Vagy... Direkt be a folyóparkra? Vannak ott bölények szembe, figyeld el. Direkt be a folyópartra, az se lenne jó, rossz mi? Ez mi ez a grafikai hiba? Ja nem, csak egy kül. Na jó. Na jó, ide jó lenne, ide. Elvileg, a várjatok, akkor ide letelepedünk először is. Szinkusot, ja. Megy a túlfelű? Túlfelű? Megnézem a túlfelűt, jó? Na jó néz ki, animáció, minden jó. Na, nem csúnya ez a játék, gyerekek. Nagyon filozofálok, hogy... Ó, itt ez jobb. Ez jobb. Nagyobb tér, látod? Itt a dombocska. Ilyesére gondoltam, gyerekek. Jó, akkor azt hiszem, hogy ide le is telepedünk. Először is kellene csinálnom, azt hiszem, hogy egy hammer kell ám csinálni ahhoz, hogy... Abból tudsz ugye különböző épület... Ha van hammered, akkor tudsz épületeket csinálni. Emlékezetes ez a valamiből, ugye? Jó, akkor inventory. Fákja helyére. Oké. Okay. Ah, itt van, jó. Itt van a foundation, walls, mit tudom én, mi is létre. Foundation. Hol van? Aha. Négy wood és 10 stone. Ez jó, nem is sok. Nem is drága. Várj, mivel forgatja? Úgy, ez a mindig bajba vagyok. Ó, faszba, elcsesztem. Hát így tudom csak forgatni. Na mindegy. Jó van, gyerekek, jó ez így. Vagy merre van a izé folyó, úgy. Ó, valahova, hova, hova? Így jó lesz nekünk? Jó lesz, ugye? Hogy tudom emelni ilyesmi, azt jó lett volna tudni, várja. Nem tudom. Mindegy, ide rakjuk. Ide raktuk. Jó, ezt nem oda... Ó, hogy rohagy megfordultál el. Három. Négy. Ez így nem tetszik, ezt nem tudom felszedni valahogy. Ott van, hogy Auna Keeper the Tank. Nem tudom felvenni. Megpróbálom. Hogy mivel kellene? Nem tetszik, hogy el van fordulva, tudod. Nem tetszik, ez nem nagyon akarja. Csákány. Hú, már kezdjük homályosan látni, mert éjjesek vagyunk, gyerekek, vagy nem tudom. Aj, valahova rakjunk egy tábortüzet. Nem tudom, hogy lehet eltüntetni a dolgokat. Várjál, itt volt olyan, hogy tábortűz craftingnál. Hol volt? Meg tudom csukni a húst, úgyhogy jó lesz ez nekem.
Ez jó, meg tudom, sőt, jó sokáig csinálja. 8 izémben is van húsom, valahol volt inventoriban. Egy darab jó, elég is az nekem szerintem. És kellene akkor, nézzél, építkezéshez rengeteg fa és kő. Figyelj, el tudom költeni a izét, a pontomat, hogy mire rakom. Ó, hát ez jó. Combat accuracy, minden, tök jó. Na. Hol van a izé, tábor tüzecském? Ezt nem tudom, megpróbáljuk úgy, hogy kezembe vesszük. Egyesre váltunk. Aha, úgy lehet, jó. Ide elé, ide leparkoljuk ezt. Oké. Aha, nagyon jó. Ő kell neki fuel. Ó, hát ez nagyon tetszik, várjál. Hogy lehet szétszedni ezt? Aha, nagyon jó, ezt meg össze, hogy hány darabot, figyelj rá. 2, 3. És akkor 3-at berakom. Ushi. Ignite. Jó, és akkor már ki... Sül a hús. Várjátok, még rakok be izé fuelt, mert... legyen benne. Ó, nagyon jó. Nagyon... Fú, imádom, amikor egy játékén jó átlátható az izéje. A menürendszere. És ilyen kis jó, kellemes, figyelj. Jó lesz ez, srácok, nekünk. Ez a hús, ez az életben megsül. Raw meat, még mindig raw. De miért? Oh! Megsült, cooked meat, jó. De akkor ezt így ki is voltam, mert minek. És akkor beküldöm ezt a kaját, ugye? Ezt meg. 33%-ot nyomott, nem túl sokat, de legalább valamennyit. És megint jön a VR felhő, meg ott is a VR felhő. Jó, kellene nekem követ gyűjtenem, meg fát. Kő és fa. Ugye minden egyből ad azt a kővet, ebből is, igaz, hogy szulfurt is fog adni. De ugye stone-t is ad. Érdekes, hogy ilyenkor az energy megy fölfele akkor is, amikor bányászkodom. Jó, meg közben kaját is kell majd. Csináljuk egy... Megcsináljuk ugye az épületünket teljes mértékbe. Nem teljesen... teljes nagyságába. Na, ezért a szükségem lenne. Balta. Ja, csinálunk egy házikót magunknak, ahol tudunk így létezni. Aztán akkor utána jobban neki tudunk feküdni a kraftolásnak. Ez meg vas lesz, de ugye adja az izét is, mást is. Na, de közel kell jönni. Hát ez ott bőven stone. Jó, lesz itt épület, Franco. Akarok valami nagyon jó épületet. Jó lenne, nem támadna meg semmi egyébként. Az mi az, hogy mennyi fa van összesen? Azt írja. Ez nem is azt írja, hogy mennyit kapok, hanem hogy mennyi van. Teket. Na ugye most elkezdek rákányozni, egyből ilyen tök soknál kezdi. Nem. Hú, akkor jó sokat ad. Ez kicsit könnyűnek tűnik, hogy ilyen rohadt sokat ad belőle. Nem? Adhatna kevesebbet. De arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy a hegyekbe tényleg fel lehet emelni olyan magasra. Ott a távolban, amit láttuk, ahol vannak azok az esőfelhők, meg mint... Dől a fa. Nem tudom, rám tud-e dőlni, de inkább jobb a békesség. Ott meg távolban van egy ilyen szikla, és az félig van betöltődve. Általában pont olyan távol vagyok tőle, látjátok bal oldalt. Ja. Szerintem kivágok pár fát, azt azt adja a építő elemünk, hogy bőven meg tudom csinálni az ízét, házikot, csak az a baj, hogy ezt a hülye ízét, ezt rosszul raktam le ezt a foundation. Azt nem tudom, hogy tudom elfordítani, már sehogy mi. Jó, vágjunk ki mindent itt. Mindent is. Szóval megnézzük az inventorinkat. Jó, házat meg kéne jelölni valahogy. Ha megjelöljük a házunkat, az lesz a legfontosabb. 100. Ó, van itt annyi fa, hogy van bőven fa, jó, menjünk haza. Szépítkezünk éjszaka, jó? Hol van a... Itt van a hizem, kecom.
De meg kéne próbálnom szétverni, mert... Én nekem nem tetszik, hogyha például az az alapot ilyen csúf. Ez az egy alap. Pont ez az egy alap itt olyan ronda. A vicceivel. Nem lehet fölszedni? Várjál. A kettessel megnézzük. A kettessel, mondom. No ne. Ez biztos, hogy nem. Négyessel. De várj, tönkre ment a baltáv, úgyhogy biztos, hogy használja. Vagyis az izém nem balta, hanem mi ez? Sárkányom tönkre ment, úgyhogy tuti használja, érted? Mármint valamit csinál vele. Különben ugye nem ment volna tönkre. És hova rakta? Miért nem rakja le oda a négyesre? És mi van? Ja, ahol tönkre ment csákányom, az is itt van? Mit lehet ezzel csinálni? Várjál, már mi a fraksz van? Ja nem, jó. Mert így érted, így kopik a fel. Ez az, ó, de megettem, basszus. Hagyja! Kettő is tönkre van, nem? Nem. Egy. Az igen. És ez most... Menj ma innen, mó. Ja, jó, lehetünk. Megjettem kicsit. Na. Azt mondja, hogy... Foundation. Ilyen foundation. És akkor mivel fordította? Várja. Nem, hát nem ezzel. Foundation, ilyen foundation. Azt hiszem a görgővel, úgy. Oké, okay. Akkor elég is lesz a vekkor kecó. Kecó, becó. De miért így rakja el abba? Na, mondjuk. Még legyen nagyobb. Jó ez. Ez mekkora? 4x3-as lett? Vagy mekkora? 3x3-as? Nagyon 4x3-as az a tuti. Csak fordulj el. Tudom, hogy szétverhetőek a kecók. Vágjátok. Jó, ekkora lesz, és akkor lesz egy íze is, egy terasz is, jó? Vagy minek nevedik azt? Várj, hogy kell? Fal. Fal az hány fajta van vajon? Van itt bőven gyerekek. Ajtónyílás ugye kell, de várja, szimmetrikusra csináltam ezt a vackot. 1, 2, 3, 4, 5. Akkor a harmadikba, ugye? Igen lesz. Hogy szimmetrikus legyenek ablakok is. Bazzá, ez nem lesz rossz ez a játék. Érzem én. Ablaknyílás. Legyenek itt. Ablaknyílás, jó. Ablaknyílás. Jó, eddig jó. És akkor itt is lesz egy ablaknyílás. Meg a másik oldalon is lesz ablaknyílás. És akkor ez így szerintem frankva hátul ne legyen ablaknyílás. Vagy legyen? Hátul is lehetne egy ajtó. Lehetne egy ajtó. Jó. Pillanat. Hátul is legyen egy kiárat, vagy nem tudom, nem? Egyelőre ne legyen, szét lehet verni úgyis. Akkor legyenek sima falak. Ha van itt különböző dolgok, itt sima fal kell. Hoppá, rosszul raktam le, tessék. Luklettot, tessék. Nem mindegy, hogy hogy rakod le. Így kell lerakni. Hát elcsesztem az egyiket. Egyik nem lett jól leragva, vagy valami. Kilátni, látod? Ezt elcsesztem, na mindegy. Nézzük meg, hogy mi történt. Kívülről... Ó, oh, itt is elcsesztem. Ezt a sarok itt el lett rottyannó.
Ez a sorok az ellecsezve, de egyébként egész kellemes. Most lesz a teraszt. A... Tudod, az ilyen külős rész. Nem tudom mennyi cuccom, várjál. Kő... Van még szerintem bőven, jó. Hát nagyon sok cuccot... Nagyon sok dolgot lehet így eszkabálni. Elég könnyű a játék, úgy mondanám. Többet is várna az ember, hogy több. Ezeket most direkt keresztbe. Mint hogy... Ja, de érdekes, hogy ilyen kevés alapanyagból ennyi dolgot fel tudsz építeni ilyen hirtelen, pedig semmit nem állítottam én ezen, hogy most nekem könnyebb legyen, vagy ilyesmi. Ja, egyelőre szerintem így lesz. Megettem. Szintlépéskor van egy ilyen értelmes hang, nem meg ezt meg tud ijeszteni. Ja, így körbeíze is legyen. Meg másik oldalt is legyen ilyen? Lehetne akkor már annyi, ilyen kevés alapanyag kell. Egyébként mindjárt reggel lesz, jobban fogunk látni. Ó, elfogyott a izém? Fám vagy valami csoda? Elfogyott a kövem. Nem is baj, most már úgyis a fa kellene. Hát majd kell más is. Ja, meg a tetőt is meg kéne csinálnom, ugye? És itt hát ezt kijavítjuk majd, jó? Tető is kellene. Ja, de izét is lehet, még emeletes házat is lehet csinálni. Bár szerintem emeletes házat egyelőre hadd ne csináljak, azért az olyan... Most az lenne, hogy kapásból emeletes házat csinálják, de gondolom lehet ajtót, ilyesmit. Ja, meg... Oj, kaja már megint, gyerekek, várjatok! Kaja már megint, úgyhogy el kéne mennem vadászni. Meg akkor gyűjtögetünk, meg elmegyünk vadászni, jó? Kéne egy nyulad vagy valamit fogni, meg akkor körülnézhetnénk a területen. A házamat megjelölöm, sánszor, mert bajok nem lesznek kicsik. Így néz, akkor meg van jelölve? Megjelöltem azt a helyet, ahol vagyok, nem? Én nem jó helyre jelöltem. Mond van, és akkor így, jó. Jó, elmegyünk gyerekek körül sassantuk, jó? Viszont nincs kövem. Kell majd követ szereznem a... ...izébe. Fegyóba. Meg ilyen fibert kellene jó sokat szereznem, akkor tudok íjat, gondolom az erősebb. Jó, megyünk gyerekek, körülnézzünk kicsit másfele is, hogy mit lehet találni. Ugye most pont reggel van, meg vágunk fát. Favágás lesz, meg izé lesz. Hát kajak, baromi gyors kajak szeréske. Érdekes, hogy nincs semmi olyan alapanyag, amiből kaját tudsz szerezni. Ez meg szén, ugye? Ezzel ugye táplálni tudjuk a tüzet, gondolom. Hát, mindjárt ilyen döglünk, gyerekek. Marha gyorsan, amikor jár. De az a baj, hogy itt van ilyen ugye, hogy halászháló. És ez elhozza a ropus, úgyhogy ezt cseszhetem. Á, baj van, gyerekek. Bajok nem kicsik. Ezt ki tudom vágni? Aha. Ebből fajon. Meg ilyen fogunk veszni, úgyhogy lehet, hogy nem a fával kér egy szarakodnom. Ja, ilyen veszünk, nem tudom, hogy mi lesz, hogy hol él erre kiesni. Nyulad vagy valamit jól lenne előre. Nyomtam egy erre, betárasztam gyerekek a izét, mi? Egy jót. Nyolcok ajám. Nem is látok izét. De ez valami érdekes, ilyen másfajta ez a biom kicsit, ugye? Érdekes. Ebből jó sok kő jön, úgyhogy ezt is megnézem, ha már egyszer itt vagyunk. Érdekes, most nem ad. Miért nem ad olyan sok követ, látod? Stone, adat. De ennyi. Ja, adja, jó. Viszonylag könnyű a bányászás, meg a nyersanyag szerzés, az egy kicsit zavaróan könnyű. Baromi könnyen tud szerezni alapanyagokat. Nézzük körül a hegyen, nincsen valami civilizáció? Nagyon örülnék egy falunak, vagy valami, ahol lehet kereskedni ilyesmi. Mert ugye lehet craftolni kocsit például, meg szekeret, ilyesmi. Akkor mi értelme van, érted?
De hogy ilyen eszméletlen nagyobb map, az nem gyenge. Ott megy egy folyó. Ott meg valami erdős rész van. Meg ott van sivatag ugye. Nem kis pálya. De a kaján még mindig nem megoldott. Ez mik azok a lila bokrok? Nem tudom elképzelni mire. Na úgy érzem, hogy megint koporsóba fogunk kerülni így. Egyszerűen nincs egy darab állat se például. Mi van most? Újnak az állatok el? Ez mi volt? Ott a bölény, ja. Neki menjek. Gyerekek. Igazából 4 HP, vagy 4 kaja van, úgyhogy nem sok esély van arra, hogy túlélünk, úgyhogy megtávadjuk a csávót. Jó, az anyád úristen. Ó, 5 felett ránk vert gyerekek egyből. Rók a koma! Jó van. Egyébként azt írta ki, hogy izé behaltam meg éjségembe, úgyhogy... úgyhogy kicsit eltévesztette a dolgot. Kíváncsi vagyok, hogy hol... Na igen, hogy megjelentük, hogy... Nem tudom, hogy mi van a halálkon. Na, hol van tűntünk, vagy hol vagyunk. Arra rohadt kíváncsi vagyok, hogy mit jelöl. Uh-huh. A halál... Ő mutatja a halálpont izé helyét is, úgyhogy ez teljesen jó nekem. Tudok futni, várjál? Minek jelöli? Dix. Jó, akkor igazából szintem is úgy látom, elég jól megmaradt. Inventory-ba gondolom semmi. Hát visszavegyük a cuccainkért. Reméljük, hogy bölény az nem emlékszik a pofánkra. Jó, a farkasok. Ne húvaragjál, ne húvaragjál. Megyek már. Aj, ne! Aj, ne! Fut! Fut a farkas utánam. Aj, kutya, kutya! Nagyon kutya! Nem tud úszni, hallod? Vagy valami csoda lesz bele. Elment. Jó, elment. Hú. Akkor le lehet rázni, na, az már egy jó dolog. Elvileg itt van a házam. Meg... balra van a házam, meg nem messze tőle van akkor a csomagom. Tudsz, jó, visszavegyünk érte, srácok. Akkor jó, nem olyan sok mindent vesztettünk, ennek tudok örülni. Jó, ott van valamire az épület, a házikó. Most egyelőre akkor nem az a projekt megy, hanem arra fönt a... Arra fönt elmegyünk a izér. Jó, hát kajaszint az... Így van megoldva, hogy fölment. Ja, egy kicsit ugye... Ugye ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon korai kiadású játék, tehát még... Még például nincs nagyon semmi, például nincs... Nagyon kö... Egy az, hogy nagyon könnyű benne a kraftolás, úgy látom. Nem sok alapanyag van, nem tudom még mennyi lesz. Úgy elég egyszerűnek tűnik, mint a százösszeg. Plusz még ugye meghalunk, akkor ugye visszarak a map. Nagyon nem büntet minket. Igazából szintet veszhetnénk, vagy valami, de ugye a szint is esetleg. Ja, majd el kell osztani ugye a pontokat, hogy mit... Micsoda bírjuk, mit bírunk, vagy mit tudom én, mire rakunk, kombatra, vagy akármire, majd mindjárt azt meg megnézzük. De akkor most gyújtsunk még egy kis alapanyagot, azt fejezzük be a kecókat, jó? Hol van a izé? Csomagunk valahol itt van. Aj, viszont a távolságok azok meg hatalmasak, gyerekek. Ez tényleg hatalmasak. Úgyhogy mész, és azt hiszed, ma ott vagy valahol, és kiderül, hogy még mit tudom, ilyen kilométerek. Fú, nagyon nagyok. Dél van mindjárt, és nem tudom például a hőmérsékletnek milyen terme van, mert az is... Az sem nagyon bici, hogy kinészokáztunk, ugye semmi... Hátrányos dolog nem történt. Hát valahol itt van. Vagy tényleg baromi nagyok a távolságok. Tényleg azt hiszed, hogy már odaértem. Ez nagy... Pitchfen itt még érted 3 dombra odébb van a dolog, amit éppen keresel. És nagyon nehéz visszagyítani. Ah, itt voltunk meg, ugye? Még mindig nem itt. Aha. És nem tudom, hogy a cuccaid meg lesznek-e.
Például, már jön. Nem tudok rázumolni jobban, de egy kicsit rá. Jó. Egyébként elég, ott van, Deep Buddy. Írja. Keeper halott teste, és nézzétek meg milyen rohadt messze van. Ez a durva. Mennyit kell jönni érte? Ó, őrült nagyok a távolságok. És ott van a Brain, aki kigyírt minket, meg itt volt egy ilyen... ilyen... róka is valahol. Loot? Ne! Etékkal, jó. Még megvan mindenünk? Na, meg is van mindenünk, úgy látok. Nem olyan rossz, megvan mindenünk. Jó, hát gyűjtsünk alapanyagot szerintem, azt menjünk vissza igazából. Most megint a kaja szint, ez meg van oldva. Nem mint hogyha így akarnám megoldani, ne értsetek félre, de sok minden. Nem tudtam, láttátok, én nekiugrottam a belénynek. Big fuck, nem szórakoztam. Megyünk a házunk felé. És útközben minden minden... ami nagyobb, komolyabb fa, meg ilyenek kilutolok. Meg kellene. Ez a fiber. Itt van például egy, ez nagyon ritka. Ah, itt van kettő, jó. Ez az, ami egyébként marha ritka így a játékban, ahogy észrevettem. Ezzel lehet makizni, hogy szerezzél belőle. Ott is van három, jó. Lehet, hogy különböző biomokon van. Várj, ez mi? Az valamit le... Blackberry, ó, ez ehető, jaj. Nem tudtam. Ó, itt is van valami. És mit szedtünk le? Érdekes, ezt is izének írta, ilyen fibernek. De valami fű volt csak. Csak tudnám melyik fajta. Mindegy. Ja, ezek kaktuszok voltak, meg ezt benéztem. Ja, akkor úgy látom, hogy vannak különböző opciók erre, de hogy melyik? Ezt így ki kell tapasztalni. Ja, ez nem az. Jó, megyünk a házunk fele. Közben lehet, hogy kéne fát vágnom. Egyes gomb. Kő az mostanában szerintem nem kell, de mondjuk, ja, hát mit szünk belőle itt. Ha már útbe esik, pont mondtam, hogy kő nem kell erre, meg itt van a nagy darab. Hát talál, de már... Ja nem, ez egy bazze, négyes. Stone. Jó, az Iron Wolf is van, és Ironból szerintem rengeteg kell majd. Úgyhogy az van is. Bládát majd szerkeztek, ha meghalok, ne kell mindig visszafutkosni. Van egy olyan érzésem, hogy még megfogunk. Jó. Vágjunk fát? Vágjunk mi? Fogadjunk gondjátok, hogy itt nem menjek el a fák mellett, hanem vágjam ki őket. Halászháló lenne jó, meg csapda, ezt akkor nem lenne kajám folyamat. Az lenne jó. Ebből is ugyanannyi búdot ad, nem minden. Ha kivágod utána, már nem is tudod csapkodni. Úgyhogy mehetsz is tovább. Ide használódik a baltát. Csinálok is helyette. Várj, ki kéne dobjam. Ne keveredjek be, hol van? Ez axe. Ez balta, hol van az a balta? Ezt így kiköbasztani. Crafting. Jó van, oké. Okay. Van ilyen help. Különböző dolgokat mutatja, hogy vagy mondja, hogy éppen mit kéne csinálnom, de hát annyira nincs szükség rá. Ezt a baltát ide lehúzzuk. No, nem rossz az a játék, kicsit körülményes, kicsit olyan fura, de nem olyan rossz. Jó, még ezt menjünk haza. De megint az a hazamenetre, azt tudjátok milyen hosszú lesz. Megint azt hiszik, hogy itt van a közelben, azt mehetünk 200 kilométert. Úgy lovagolni kéne, vagy valami. Jó, megyek. De már itt a folyó, úgyhogy itt kell lenni a izének. Kecúrnak. Mennyi fánk van? 36, 180, van, meg ő is van bőven, jó van.
Szerintem így jól lehet, hogy le tudnám szedni ezt a nagy bivajd, vagy bölégy, vagy mi. Egy izével, egy csúzlival nem kellett volna neki menni, de igazából meghaltam volna mi. Mindenképpen, úgyhogy, na ott van a házunk a... Na, van egyébként. Gyerekek, itt sok a bölény, ezeket nem lehet befogni majd? Lehet, hogy be lehet, ugye? Miért ne lehet? Na, na. A Foundation-t is akartam már még. Ugye? Úgyhogy legyen Foundation. A fű az nem pusztult ki? Csomó játékban úgy van, hogy ugye kipusztul. Már nem pusztul ki, úgyhogy ott fog rohadni. Na várja. És akkor izét akartam. Nem walls, hanem mi az? Kerítés. Nincs olyan kerítés. Nincs kerítés, pedig azt hittem, hogy van. Várja. Aha. Ez mi? Ajtó, itt van. Na, ez jó. Ez kellett a keepernek. Ez kellett a keepernek. Nehogy begyűjjenek a izék. Tevegelők. Csávók. Jó, ez így jó. Már jel ma. Jó, néz ki. Megnézem. Ah, ide egy lépcső kell. Jó, kis kecó ez. Hú, jó nagy. Én azt hittem, hogy ez kisebb lesz, ez jó marha nagy. Na már jel. Volt ilyen lépcső. Ez, nem? És ez mi? Ez meg ablak. Nem a lépcső kell. Na. Na jó, lépcső meg ma. Ablak kéne, vagy mi volt? Ezek a, ilyen különböző dolgok. Mi? Ajtó. Jó, nincs ajtóhoz. Mim nincs ajtóhoz. Hey. Planks 3 darab. Ó, olyan kell, hogy planks. Ne viccelj. Wood. Ez csak meg wood kell, azon meg planks kell, nem tudok olyat csinálni. A blokkot meg tudok, tiszta vicc. Érdekes. Ó, és be van téve, beszarsz. Nagyon jó. És érdekes izét, azt nem tudok, hanem abból valami deszka kell, amit gondolom úgy kell craftolni valamilyen munkaállomáson. Várja, mennyi izén van még inventory-ba farm? 87, 23, 30. Még van azért, de szerintem a tetőszerkezetet kéne megcsinálnom, de hogyan? Várjál. Még van olyan, hogy ilyen. Nem engedi megcsinálni, de... Ó, de! Várj, de mi a baj? Az előbb akartak, de most... Ha! Oda rakja. Lehet, hogy először kére tetőt? Várjál, vagy most ilyen? Mik ezek, bazza? Ilyesmi kéne, nem? De várj, ez mi volt? Ez most... Hoppa, hoppa! Jaj! Figyelj, nem tudja mi van. Hello, haver. Kill bandit, jó. Hát ez kifeküdt, hallod, de érdekes. Cse- ó! Ezt nem tudtam, hogy itt van ilyen money bug. Ez ott is volt ilyen money bug? Pisztolyt nem lehet elvenni tőle, hallod? Ez elég baj, várj, amikor szedtünk össze money-t, nem? Hol van az? Itt van, amilyen, van pénzünk is, gyerekek. Van pénzünk, akkor van kereskedő is. Aha. Ez tuti. De viszont a, szerintem nem jó dolgot raktam le oda fölőre. Mert ez ilyen tetőszerű akármi. Ilyen... Á, nem jót raktam le. Nem az kell róla. Ez ilyen cseréptetőszerű akármi csoda.
Úgyhogy ezt elcsesztük, a Keeper elnézte a rajzot. Na jó van gyerekek, nem tudom, hát van és ki lehet nyitni az ajtót. Interaktív. Ahol pölények meg itt tehédereznek. Jó ez. Na srácok, figyeljetek, hogyha elvileg van pénz a játékban, akkor van izé is. Akkor tuti, hogy van. Ez hova nyitotta ki? Mi? Nem jó raktam, szerintem kívülre kellett volna. Aha. Érdekes. Jó, megoldják. Ja, van pénz, akkor biztos, hogy van izé is. Kereskedő, és akkor NPC-k is vannak. Ezek a banditák egy kicsit viccesek, nem van ami hatékonyan ellenünk. Ja, megépítjük a tetőt legközelebb, vagyis a felső szintet, de ezt elcsesztem, ez nem ilyennek kell lennie. Úgyhogy ez majd... Várj! Hoppa! Delete. Delete. Hol van olyan delete? Jó. Oké, jól van, ennek örülök. Na, gyerekek, de viszont akkor elbúcsúzom. Következő részben várlak be, és akkor veretjük tovább. Na, csácsumi csörészt a...